Itt vagyunk Makón a Continental gyár előtt, itt van mellettem Baranyi László Csongrád család megyei elnök is. Azért jöttünk ide, hogy tiltakozásunkat fejezzük ki azért, amilyen eljárással bánnak a makói Continental gyár dolgozói felé. Szakszervezeti vezetőktől tudjuk többek között azokat, hogy a munkatörvénykönyvét megkerülve jártak el, ugyanis a 140 fős elbocsátás előtt törvényi kötelezettségük lett volna, hogy jó előre szóljanak arról, hogy leépítés lesz. Ehhez képest fél órával előtte közölték a dolgozókkal és a szakszervezettel, hogy elbocsátás lesz. De megtörtént az az eset is, hogy miközben a nyilvánosság felé azt kommunikálták, hogy nem lesz leépítés, időben párhuzamosan a HR-ről akkor hívogatták a dolgozókat, hogy ki lesznek rúgva. Ráadásul ezt az egész elbocsátási hullámot belengi a bosszú szelleme, hogy így fogalmazzak, ugyanis ebben az évben volt egy sztrájk, és módszeresen azokat a kollégákat kezdték el elbocsájtani, akik részt vettek ebben a sztrájkban, holott akár több évtizede itt dolgozó, kipróbált kollégákról van szó, tehát egész biztosan nem a munkájukkal volt a gond. Sőt, a bajokat az is tetézi, hogy kiderült, hogy a rendszeres orvosi vizsgálatokat is elsumákolják, nincsen vérvétel, holott pedig itt nagyon sok káros anyag kerül a dolgozók szervezetébe, és így járt az egyik munkavállaló, akinek máshol csináltak egy vérvételt, és kiderült, hogy nem is alkalmas arra, hogy ezt a munkát elvégezze, úgyhogy a szakszervezeti vezetők egyöntetű álláspontja, hogy a végső céljuk, rövid távon, középtávon és hosszú távon mindenféle céljuk az, hogy a makói Continental gyárnak a vezetőségét lecseréljék, mert teljes mértékben inkorrektek, nem tekintik a dolgozókat partnernek, úgyhogy ezért eljöttünk ide Makóra, hogy támogatásunkról biztosítsuk őket és a gumiipari szakszervezetet is.